Néhány nappal ezelőtti a hír, hogy megvan a harmadik hungarikumunk, és ezt a maga Hegedűs Csilla államtitkár asszony, aki az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottságának elnöke is jelentette be a nagy közönségnek óriási örömmel. Tehát megvan a harmadik hungarikumunk, amely maga a vallásszabadság törvénye. Bővebben kérném akkor erről az államtitkár asszonyt beszélni. Mennyire volt nehéz akár átvinni ezt a tervet? Nagyon nagy szerencsénk az, hogy egy nagyon-nagyon jó dokumentációt állított össze az Unitárius Egyház, hiszen ők azok, akik felterjesztették a vallásszabadság törvényét az Erdélyi Értéktárba, és utána mi az Erdélyi Értéktár voltunk azok, akik tovább felterjesztettük, és a tavalyi év elején lett nemzeti érték belőle, és utána lehetett belőle ugye hungarikum. Na most mindenki számára tiszta, és ilyen értelemben a Hungarikum Bizottság számára is nagyon tiszta volt, úgy, ahogy ön mondta, az egyik legnagyobb ajándék, azt kell mondanom, az egyik legnagyobb hozzájárulás, amit a mi közösségünk, a magyar közösség letett az Európa asztalára, letett az európai jogok, letett az Európai Unió, ha úgy tetszik, alapjai közé. Hiszen ez a több mint 450 évvel ezelőtt megszületett törvény, ez messze túlmutat a korán, messze túlmutat mindenen, ami akkor úzus volt Európában, és tényleg így van, hogy egy olyan életmódot mutattunk be ezáltal, túl azon, hogy ez egy törvény, hogy Erdélyben a négy vallás az egymás mellett élt, nem gyilkolt a halomra egymás, mint Európa más vidékein, tehát hogy a vallás és lelkiismereti szabadság, a vallás szabad gyakorlása, az egy olyan érték, ami nem volt kérdés a Hungarikum Bizottság számára, hogy egyedi a Kárpát-medencében, és erről szólnak a hungarikum. Engedje meg, hogy rákérdezzek, elnézést, hogy szavába vágok, de hogy rákérdezzek arra, hogy attól, hogy valami nemzeti értékké válik, mitől lesz más? Mitől fogunk másképpen tekinteni rá, hogy büszkék vagyunk rá, evidens, de hogy mitől lesz más a mindennapi ember számára? Én azt hiszem, hogy nagyon nagy szükségünk van nekünk arra, erdélyi magyaroknak, hogy tudjuk, hogy mindazok az értékek, amelyeket mi itt Erdélyben teremtettünk, azok nem csak a számunkra értékek, hanem a teljes magyar nemzet számára is értékek. És tulajdonképpen ez egyfajta visszaigazolás. Ez egyfajta, ha úgy tetszik, nemzetpolitikai kérdés, hogy minden magyar ember számára fontos ez a dolog. Minden magyar ember elismeri azt, amit az erdélyi magyar közösség teremtett, jelen esetben a vallásszabadság törvényéről van szó. És azt hiszem, hogy ez túl azon, hogy büszkeséget jelent a számunkra, túl azon, hogy hozzájárul ahhoz, hogy otthon érezzük magunkat Erdélyben, hiszen vannak olyan értékeink, amelyekre büszkék legyünk. Ezen felül tulajdonképpen azt az összetartozás érzését is hozza a számunkra, megteremti a számunkra, hogy mi az egységes magyar nemzet részei vagyunk. Hiszen mindenki értékként tekint a mi értéke. És erre igazán büszkék lehetünk. Egy percünk van még hátra, és kihasználom az alkalmat, hogy azt is elmondjuk, hogy a bizottság a székely kapukat is a Magyar Értéktárba fölvette, és akkor hadd kérdezzek rá, ugye, hogy ön mondja el, hogy mi az első kettő, mert azt mondtam, hogy a harmadik hungarikumunk van meg. Így van, tehát az első az ugye Torockó épített öröksége volt, a második pedig a Csíksomlyói búcsú, és a harmadik a vallásszabadság törvénye. Még számos felterjesztésünk vár arra, hogy hungarikum lehessen belőle. Inkább nem beszélnék róluk, mert ha nem lesz, akkor nem akarom, hogy senki megbántódjon. A székelykapuk felterjesztését, mint olyan, azt a Székely Nemzeti Múzeum tette meg, és el kell mondanom, hogy ebben az esetben is megpróbáljuk azt, hogy hungarikum legyen belőlük, hiszen itt megint egy egyedi értékről van szó, megint egy erdélyi különlegességről van szó, és hát ha sikerül az is, hogy hungarikum legyen, ebben az esetben viszont már gyakorlatibb haszna lesz tulajdonképpen ennek a felterjesztésnek, hiszen minden reklámfelületen be fogják mutatni a székelykapukat, fel fog lendülni még jobban Székelyföldön a turizmus, ami nyilván, hogy gyakorlati, érezhető haszonnal is fog járni nekünk, erdélyi magyarok. Ennek is nagyon szurkolunk, Hegedűs Csilla államtitkárasszonynak pedig nagyon köszönöm, hogy időt szakított ránk, és bekapcsolt az erdélyi figyelőbe. Viszontlátásra! Én köszönöm a meghívást, viszontlátásra!